Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, és örülök, hogy ismét együtt vagyunk, halleluja. Dicsőség Istennek, örülünk Erzsikének is, majd be fog itt mutatkozni, akik még nem ismerik, neki is nagyon jó tanúbizottsága van. Itt van az Ádám testvérünk is, majd ő is fog beszélni, őt meg az Úr megmutatta a poklot neki. Úgyhogy majd lesz jó tanúbizottság, a végét is várjátok meg, ne rohanjatok el az Isten jelenlétéből. És a mai témánk, és szeretettel köszöntöm természetesen mindazokat, akik ezt a tanítást távolból nézik, vagy interneten, az Úr áldjon meg benneteket, drága testvéreim. És a mai témánk Jézus Krisztus háromszori eljövetele. Miért kell erről is tanítani? Ugye már sok tanítás most elhangzott az utolsó időkről, ugye, hogy 7 éves periódus lesz, az ketté lesz osztva, ugye Antikrisztus fogja vezetni az egész világot, stb. Ugye lesz gyomorúságos, ijénységes időszak, ezekről már mind tanítottunk, és akkor, hogy miért pontos ez, hogy Jézus Krisztus háromszori eljövetele, azért pontos, mert nagyon sok tanítót, aki már 40-50 éve pásztor, ugye, és butaságot tanít. Azaz olyat tanít, ami nincs a Szentírásban benne, és nem úgy van. Úgyhogy ezért szeretnék most imádkozni, hogy akik már hallottak ilyen elferdített tanításokat, hogy ezt tudják most tiszta szívű megvizsgálni az ige alapján, mert mi az igazság fényében? Az maga az ige. Ehhez nem teszünk hozzá, nem veszünk el. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk, Uram, kérjük a te szent szellemednek a bölcsességét, Uram, árasszad rá a kis csapatunkra, és mindazokra, akik nézik ezt a tanítást, Uram, hogy ne az ellenszegülés legyen abban a pillanatban, mert az a sátántól van, hanem vizsgálják meg, Uram, az igéket is, mindent, Uram, hogy igazságra kerüljenek, mert nagyon jól mondja az ige is, hogy az igazság szabaddá tesz. Mert aki nincs igazságban, az az ördög köteléke alatt van hamisságban. És ezért vannak a sok hamis tanítások, az utolsó időkről, meg ekkor jön Jézus, meg akkor jön, meg amakkor jön, már több száz éve beszélnek erről, még mindig nem jött el. Mi meg konkrétan tudjuk, ugye, hogy mi lesz ennek a jele. Csak egy-egy a napot és az órát nem tudjuk, de azon kívül mindent tudunk, mert Isten nem tartja sötétségben az ő népét. Sötétségben csak az van, aki Szent Szellem által nincsen újjászületve, az mindjárt ellenkedik, nem érti, úgy megy el az ilyen tanításokról, mintha mi sem történt volna, hogy a pap is kijön a templomból, mi sem történt volna. De itt mindig történik valami, mert az ige alapján az igazságot hirdetjük, nem is mernék elvenni ebből, de hozzátenni se, mert az élők könyvéből így kihúznak, így a jelenések könyve. Aki viszont bátor, Úr Jézus Krisztus fölé mer emelkedni, meg Isten fölé, az csak is az ördögnek az embere lehet, mert azok ilyen bátrak, akik mennek szembe Istennel, és az Isten munkásaival. Halleluja, dicsőség Istennek, drága testvéreim, akkor elkerüljük ezt a tanítást. Az Isten igéjében előforduló proféciák megértéséhez a Szent Szellem kinyilatkoztatása elengedhetetlenül szükséges. Szóval, drága testvéreim, erőteljesen szeretném kihangsúlyozni, ha nincs ott a Szent Szellem, nem érti a Szentírás. Az maradjon csöndbe, hogy a példabeszédek mondja, és bölcsnek látszódik. Nem fecseg össze butaságokat. Mert szokták mondani, hagyd őt, ha beszéljen abban a pillanatban, tudod, a elnyomorodott gondolkodás módját. Kivel áll szembe? Mi van a szívében? Ebben elrakontod, nem a küllem, hogy néz ki. Szóval a Szent Szellem nélkül nem is értheti. Maga Isten Szellem, a Szentírás Szent Szellem által íródott, maga az ige leírott szent profétákon keresztül. Mint mondjuk ez a Dániel is. Ez elég szent volt. Volt a tűzbe és próbára volt téve, igaz? Tüzes kemence. Oroszlán vermelybe és itt tovább. Komoly próba volt. Isten behitt. És négy meg élve jött ki. Na, ilyen próbatételen mentek keresztül, ilyenekre bízta rá az Úr az utolsó időket is. Nem ilyen, csak aki ücsörög a gyülekezetben. És nem akarja megcselekedni. Mert a Biblia is írja, Jakab levele. Ne hallgatója, légy cselekvője. És lobog a szíved, hogy jöhetsz. Akit ma úgy kell rúgdosnod, nagy baj van.
figyeljetek. Elengedhetően szükséges. A proféciák Isten üzenete az ember elsősorban választottai számára. Akit Isten kiválasztott erre, hogy tanítsa, elsősorban adottnak szó. Isten gondoskodik róla, ha most az utolsó időben a Dániel profétának azt mondta, pecsételd be Dániel, majd a végidőkre való vesz. És ő maga se értette, a harci szekereket se. Ugye tankok, meg stb., meg a bombák repülnek, hát ilyet nem látott, ő elképzelni nem tudta, mikor még régen kardokkal vívtak, igaz? Hát nekünk meg ez már nem újság, ugye? Mert a végidőkben vagyunk, már nekünk ez nem újság, tudjuk, hogy mi az harci szekerek, tankok. És be kellett pecsételni. De írja az ige, hogy majd az Úr az utolsó időkben is állít föl tanítókat, akik az igazságot tanítják. Na de akit az Úr elhívott, az meg is tisztítja. Hogy áll ide egy gazember meg, aki, na, nem soroljuk a bűnöket. És akkor ide áll minden gond nélkül, és akkor hirdette a maga hülyeségét, mert nem is értheti, értitek? Ördög van az életében, ha nem tudja jó hirdetni, meg nem is érti, mert nem tisztán a Szent Szellem van az életében. Erről Isten gondoskodik. Isten. Megyünk tovább. Az ember elsősorban választott számára. A történelem folyamán Istennek pedig voltak, és ma is vannak választott emberei, aki által az Úr mindenkor szól az embereket. Ma is. Hát több ezer évben mindig voltak, igaz, tudjuk a prófétához. De azt hiszem, most nincsenek. Hát nem ez a sok hamisról van szó, akik járnak Dallasba. Tessék, amit kérdeznek. Ott fejkendő nélkül össze-vissza prófétálnak, meg ilyen kiáradás lesz Magyarországon, majd mi fogjuk a környező országokat is megtéríteni. Hát mit látsz ebből ember? Semmi. Nevetséges és irányos. Ilyenekre hallgat Magyarországon a sok-sok gyülekezet. Ilyeneket hívnak el? És csurgatja a mélyet. Így szeret az Úr, úgy szeret az igaz. De attól, ha nem tész meg, a pokolba fogod fölébredni magadat. De annak ellenére Isten szeret. A bűn minket nem választ el, ilyeneket tanítanak tanítók, pásztorok, apostolok, szájából hallottam, miközben egyértelműen leírja, a bűn választ el Istentől. Hát akkor meg se kell térni ember, ha bűnösen te elképzeled, hogy fölleszed. Esélyed sincs. Na milyen nevetséges, csiralmas tanítások. És a nagyvilág ezt tanítja. Sajnos. Az igazság nem tetszik az embereknek, mert az feddő. Az ige megfed, nem én fedlek meg. Az ige. Ez már nem tetszik meg. Figyeljetek ide. Az Úr mindenkor szól az emberiséghez. Ezeken a választottakon keresztül üzen az Úr. Figyelmeztet, vagy megadja a magyarázatát az ember számára érthetetlen isteni gondolatoknak és határozatoknak. Az Isten gondolatai annyival magasabbak az ember gondolatánál, amennyivel az ég magasabb a földné. Ég és föld, ennyi a különbség. Az ember és az Isten között. Ahogy a Jobbnak is mondja, miért te tudod, hogy a hópihének mennyi a súlya? Így falhoz állította a lokos kottakottan a Istennek. Az ilyen nagyképű tudatlanok, mert ki a nagykép, aki tudatlan. Tudjátok? Az üres kalász is fölhordja a fejét, láttatok már búzamezőt. És akkor van, és akkor látod egy-egy, így ágaskodik 10 centivel följebb van, mint a többi. Menj oda, üres a feje. Embereknél is így van. El üres fejű, bölcsességgel semmi köze. Mert minél jobban az Úr használ téged, annál jobban mész az. Uram, meggörnyedek előtted, és akkor már lassan a földön vagy, és akkor külön meg tudod nézni a másikat. Ez nem a langyosságot jelenti, hogy a farizósok gondolják, hogy ő lendületes, úr, még nincsen megtérve. Dehogy nem, hát a tűz az lendület. Mert sokan azt hiszik, az a megtérés, hogy ma olyan langyos semmit se csinál. Igen. Több langyos, nem ellenkezik, mindegy, mit mondanak, hülye vagy, még arra is bólingat. A bocsánat, ennyi a szóért. De ez van a gyülekezetekben, látom, ti is bólingattok, hogy ez igaz. Igaz.
mert a buták, a birkák, igen, ahogy német Sándor mondta, figyeljetek, ezt most Isten hozta föl, mondjam el. Mikor beszélt a szabad körülesekről, és ugye ez a Soros György, hogy az milyen jó ember. Akkor embereket gyilkolt meg, meg fiatalokat erőszakoltak meg, a videó lejátszás ott megvolt az interneten, persze leszették azonnal. Soros György is ott volt. Ha nem gondoljátok, hogy lófarokkal itt fog mászkálni, ha saját magát megvédte meg a Soros Györgyöt, az ő barátját. Hát ti azt hiszitek? Hát ez a Soros György egy tisztességes ember, ő mondta szó szerint, nem én találom ki. Nekem Isten mondta, most ezt mondja meg. Azt mondta, hogy tisztességes ember ez a Soros György, ki embereket nyit ki? Milliárdos a mai napig is háttérbe pénzzel őszítja az embereket. És tudod, mit mondok? Én nagyon jó szívű alapozó. Mellé barátok is ők. Na figyeljetek, most mondom a lényeget. Emlékeztek rá, főleg a hívülekedetesek főképpen. És akkor síri csönd, nem értettek vele egyet, mert hülyeséget beszélt. Badancságot, a német Sándor, az ördög munkását dicsérte. Mint a Berihint is idehozza, az ördög munkása. Hát milyen nagy áldás volt a Magyarországnak? Mi volt áldás? A Fertő és a Kundalini szellemiséget hozta ide. Milyen áldás volt ez? Semmilyen. Figyeljetek. Síri csend a hit gyülekedetbe. És figyelj. Hát nem is tapsoltam. És a birkák egyből tapsoltak. Testőre, mit van már? Azt mondja valaki, ott nézd meg az első két sort a pásztorokünknek. Bármilyen badalságot tanít. Na hát, ha hülyeséget beszélek én is, az igében nincs ott, akkor hát ne bólingassál nekem, nem is kívánom tőle. De ettől Isten köszönöm, hogy ő igazítsa az én nyelvemet. És most ő hozta föl, hogy ezt mondja meg. Egy szabad kőműves dicsérni? Aki embereket gyilkol? Akkor ki lehet az, aki ilyen dicsér? Hát csak is olyan, aki nincs Istennél, az még a gazember is azt mondja, rendes ember az. Azt a Biblia írja, ha te ilyenekre mondod, hogy rendes, halunk vagy nem kerülsz a mennyek országán, bűn részese vagy. Abban a pillanatban. Abban a pillanatban. Ezt el kellett, hogy mondjam. A teremtő megérteni a teremtmények lehetetlen dolgai, csak az Isten szelleme képes kijelenteni a Szentírásból, hogy mit akar az Úr. Másképp okoskodás, zagyvaságok vannak a fejükben, amit tanítanak is itt a Jézusban. Zagyvaságokat. Mert mindenki, a legbutább ember is annyi esze van, hogy haza találjon meg vissza, okoskodik. Mert már egyszer talán elolvasta a Szentírás, talán elolvasta. Hát ezt érteni kell, nem olvasni, nem regény. Vagy egy könyvet elővesz, elolvastam, az jól van. Ebben sokkal több van. Az élet, a terem, hát minden benne hallott. És ezért hálás vagyok Istennek, hogy megtörettette az én nyakamat hallod, a 40 napos böjtök. Tudod mennyi 40 napos böjtök volt? Csak. Akkor. Tisztított az Úr engemet. Másképp nem állította, de én ide akartam volna állni első percünk ezben. Mert először a fejemben volt nekem is a sok-sok tanulások, stb. De az Úr nem így gondolt, először tisztult. És aki másképp csinálja, az ördög állította oda. Saját magát is, mikor odaállítja, az ördög állította oda, és meg nincs megtisztulva, megtérve, és nem is tartozik gyülekezeted, csak úgy kiáll, mint egy magánzó farkas, azt tolja. Ez a helyzet van, most nem véletlenül beszélünk, azért van ennyi zagyva tanítások. A kecskék meg minden füvet megesznek, ide is elszalad, Benihin, stb. És akkor csodálkozik, hogy nem ért semmit sem. Mert azok se értik, hát az ördög szakmunkásai, ez a lackahajú, ez a rózsika, hogy hívják, segítsetek, Todd White, az kijelentette, hogy Jézus nem volt Isten a testbe.
Ez a Jézus, aki. És mit mondta egy János igéje, azt mondja, ki Jézus Krisztus megtagadja, hogy testben nem volt Isten fia, ördögtő van. És ilyen emberek előtt az emberek hallod? Tudvá! Hát ilyen sötétséget Istenem háborog a szívem. Az ördög szakmunkása ott szolgál, és minden gyülekezetben ott vannak az emberek. Fölháborító. Testvéreim, most a Szent Szellem mondta. Ha nem Isten munkása volnák, én már rég nem élnék. Én már évek óta adok nekik az ördög munkásainak. Évek óta. Egy dolgot elfelejtsetek. Igen, mit mondsz? Sokan járnak a széles úton. Sokan. Sokan járnak a széles úton. Meg se ismerték a szűk keskeny utat, figyelj, soha nem voltak Istennél. Meg se ismerték, így mondja a Máté Evangélium, meg se ismerték azt a szűk keskeny utat, amely mennyek országába. És azt mondja az úr, ne aggódjatok, pici nyája. Halljátok, pici. Nem nagy tömeg, nehogy az, hogy itt nagy tömeg lesz. Hát még a szüzek körül is a öt bolond itt maradt. Igaz vagy nem igaz? Akkor még ne áruljál be, hogy ő az igéből beszél, hát az ördög jobban ismeri az igét, mint bármelyikünk talán. Hát a Jézust is igével akarta falhoz állítani az ördög. Hogy megvan írva, ugorjál le! Hát nem engedik az angyalok, hogy megüsd a lábaidat. És mi az ige? Az a kard. Jézus vissza az igével, te ördög! Lebombázt őt azonnal az igével, de megvan írva, te uradat, te istenedet, ne kísérsz. Tudod, mi a kísértés? Akkor kísérted az Urat, nem jössz el Isten tiszteletre, neked minden más fontosabb. Bálványimádom vagy. Akkor kísérted az Urat, nem megyek ezé, mert a fiamnak születésnapja van. Bálványimádom vagy. És nem imádhatod se a férjedet, se a gyerekedet, csak Istent. Másképp nem vagy rendben. Hangsúlyozom, mert ha igen mondja, nem Tóth Tibor. Én az Urat imádom. Gyerekeimet meg szeretem. Nagy a különbség. És a sorrendben is nagy a különbség. Ő teremtmény, Isten meg a teremtő. És nem cserélted fel a kettőt. És akinek nem lobog a szíve, hogy akar venni egy igaz gyülekezet, mondjuk azt most nem tudok egyelőre egyet sem mondani, ez igaz. Bárcsak mondhatnák, tudhatnék ilyet mondani. De nem lobog a szíve, hogy az igazak közé menje, annak a hamissággal van tele a szíve, és az ördög húzza vissza. Ha majd ráérsz még, és mit mondod, igen? Ember, nem tudhatod azt, éjjel elkérik a lelkedet. És akkor majdnem elindultál, mész a pokolba. Mert csak majdnem. Az ördög fog vissza. Nem voltam én ennyire megtisztulva, de én életemben egy Isten tiszteletet el nem halasztok. Bár akkor még ugye voltak veszekedések a feleségemmel, ugye nem voltam még megtisztulva, de az Isten tiszteletet ki nem hagytam. Mert már az Úr belehelyezte a szívembe az Isten félelmet. És mit tanítanak ezek a elvetemült kundalínosok, minden a Mészáros Gyula, nem kell tanulni a Bibliát, dob be a kukába. És a sok birka követi őt. Mert nem az Istennek a juhai, mert az Isten juhai hallják, de hallod-e? Nekem az a kötelességem, hogy halld te az Urat. Ha nem lett, azt nem kell jönnöd. Dehogy nem, egységbe ott kell lenni. Hát mit mond Pál apostol? Az összegyűlésteket ne hagyjátok el. Ha nem lehetsz magánzó, még ha hallod is az Úr hangját. Mert utána majd az ördögét fogod hallani. Nem vagy befedezve, nem vagy védelem alatt, elhagytad az Isten, te ráltad. Mert mind azt mondja magámról Farkas, én nem hagytam el Istent, az élete meg nem azt mutatja. Az élete nem azt mutatja. Igazságot, mikor kimondják 5 perc alatt főháborodsz, akkor még ki van benne abban az emberben? Az ördög. Más háborog az ördög. Igaz? Ismerjük, nem? Az ördögöt ismerjük, mert ismerjük. Na de már tapossuk. Hát a nagy különbség, halleluja, dicsőség az Úrnak, ő már kint van és tapossuk. Ilyen hatalmunk van rá. Amen. Na menjünk tovább, testvéreim.
az Isten mélységéből származó gondolatokat, tolmácsolni azokat, hogy azok az ember számára érthetővé váljanak. Az Isten mélységeit kell tolmácsolni vagy tanítani. Nem az én okosságomat, akkor elveszünk mindjárt az én okosságomat tolom. Természetesen ez nem csak a proféciákra vonatkozik, hanem Isten igényének teljességére is, hogy az igaz evangéliumot hirdetem. Hát hogy tudná hirdetni az igaz evangéliumot, mikor ördöggel tele van? Csak mondogat egy-két igét. Ő maga se érti. Csapkolódik vele, mint az ördög. Értene? Az ördög se érti. Csak ismeri a Szentírást. Miért? Nincs vele a bölcsesség, az a Szent Szellem. Ugyanígy van a sok vezető is, sok össze-vissza hülyeséget, butaságot beszélnek. Igen. Szóval mindenható Isten gondolatai szavakba öntve, ez az ige. Szavakba van öntve, le van írva. Ez a mindenható Isten. Szóval a teremtő gondolatai pedig a legbensőbb, legmélységesebb, legrejtettebb részei Istennek. Mélységei, figyelj! Isten mélységeit pedig csak Isten maga, az a Szent Szellem képes kikutatni, vizsgálni. Szellem pedig kijelenti a gondolatok értelmét, akinek akarja. Ó, ez nagyon fontos. Akinek Isten úgy döntött, hogy akarja, hogy neked kijelentse, másiknak meg nem. Megvan annak az oka, hogy miért nem. Mert akit én elhívtam, megtisztítom. Soha ne felejtsd el. Sokan vannak az elhívottak, ismeritek az igét? Hát de nem mindenki arra van elhívva, hogy tanítson, vagy szolgáljon, vagy és így tovább. Hanem ki mire? És maradjon a suszter a kattafánál. Az ne rakjon falat. Mert elborul. Nem ért hozzá. Na most, aki nem tanító, maradjon csöndben. Még a buta is bőrsnek látszódik, mondja a példabeszédet. Figyeljetek! 1 Korintus 2.10. Nekünk azonban Isten kijelentette. Az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istenek mélységeit is. Még az Isten igéjét is megvizsgálod. Komoly? Nem megítéled Isten. Mentsen meg bennünket, hogy mi ítéljük meg az Urat. Megvizsgáljuk! Mind, hogy egyszerűen a szavakkal nincsenek tisztában ez a sok elvetemült tanító, mikor azt mondott, hogy megpenyítem, megdorgálom. Mindjárt nem kékkösség! Mikor le van írva a Szentírásban, hogy kötelességem megdorgálni a tévútra ment a széles útra. Ahol csak jót teszek, visszapofozom, visszarugdosom, kicsit durván mondva, a kedves testvért a szűk keskeny útra. Ha neki fáj is, de utána jobb lesz. Együtt lenne a mennybe majd. A békességbe, boldogságba, nem a pokolba sínlődni a sok hamis gazemberre. Igaz? Hát az igenis azt mondja, korcs az, az a gyermek, akit nem veszőzöl meg. Mi? Neveletlen marad. Ennyire egyszerű a magyar szó. Neveletlen. Hát nincs megneveve. Korcs. Nem van írva a Szentírásban, hát nem a magam maga okosságán nyomomám. Figyeljetek, halleluja, dicsőség Istennek. Lehet valamely teremény, akár emberi, akár angyali, szellemi lény, okos, intelligens, művel tanult. Tudhatja a Bibliát, Isten igényét kívülről, de a Szent Szellem nem jelenti ki neki az ott leírtak értelmét, akkor soha nem lesz képes megérteni azokat. Na itt vannak ezek a vezetők. Abszolút nem értik. Mondják, és aki maga Szent Szellemmel is betöltek, az mit mond? Ugyanazt mondta, mint te. Mondom, az ki van zárva. Ilyet ma hallottam. Ugyanazt mondta, mint te. Na mondom, ki volt, az meghallgatom. De hogy mondta ugyanazt? Éneket nem nagyon tanítanak. Föláll a fél gyülekedet, azt termel. Mondjuk az a jó, el is fognak menni. Le van írva, én éppen szarad ki onnét. Az igaz tanítás azért szól, hogy fölébredjen. Ébredés! Tudjátok, mi az ébredés?
hanem amit ezek a filmszínészek külföldön jönnek, ébredés, tehát Magyarország! Az az ébredés, mikor te fölébredsz, hogy bűnös vagy és meg akarsz térni belőle. Na akkor ébredtél föl. Ez az ébredés. Nem, mikor ezer ember egy befogadó imát elmond, azt ugyanolyan gazember marad. És akkor még azt hazudják, maga Dániel Kolonda is, rendben vagytok, megyünk a mennybe. Na ez tetszik a sok millió afrikainak, meg a magyaroknak is ez tetszik. Megyünk a mennybe, az hol bűnös? Jól érnék, mert a mennyországban is bűnösök volnának. Na hol olvasott egy igét is ilyet? Aki nem fehér ruhában volt, ki volt vetve a mennyegzőről is. Na. Nevetséges ez a tanítás, nem csinálmos. Csak badarságok lesznek azok számára, vagy érthetetlen zagyvaságok, akik nem szentelem által tanítanak vagy profiták. Zagyvaság, butaság, badarság. Ugye tudjuk, ez a Péter testvérünk is már 5 évvel előtt leszedett minden tanítást, mert holnap jön Jézus. Ennyire szent szelleme által vezetés alatt volt. Régebbi időkben az Isten prófétái által írt proféciákat legtöbbször a proféták maguk sem értették. Régebb, mint a Dániel proféta sem. Pecsételt be, ez a végidőkre lesz, majd amikor nagyobb lesz a tudás. Ha leagódjál majd Isten, akkor kiállít megint valakit. Nem vagy a sötétségben ő népét. Ők csak leírták az Isten szent szelleme által kapott kijelentéseket későbbi nemzedék számára, mint most nekünk. Hogy mi lesz az utolsó időben. A Mesiás eljövetelével kapcsolatos proféciákat az Ótestamentumban Isten elrejtette a zsidóság elől. Mert ők nem értették. Mert el volt rejtve. Mit mond az ige? Van szeme, nem lát, van füle, nem hall. Mondod neki, nem hallja. Látja, de mégse látja. Komoly? Isten ilyenre képes, mindenre. És a zsidóság előtt el volt rejtve, ő se ismerték Jézust. Amiért is azok nem tudták megérteni, helyesen tolmácsolni azoknak az üzenetét a zsidók. Ezt nem értették. Ezért értelmezték úgy az írásokat, hogy a Mesiásban Izrael hatalmas királya fog eljönni. Ezt jól gondolták, de az, hogy pompával, hatalommal, dicsőségben, aki helyre fogja állítani az országot, Izraelt. Na itt megbotlottak, mert az első eljövetel nem erről szólt. Nem róluk. De ők ma azt hitték, nekik nem köllött ez a Jézus. Figyelj már, Szamára jön. Na mi ez a kódus ember? Betlehembe az istállóba született. Ez nem lehet a mi királyunk. Értitek ezt elvetemült gondolkodásmódot? Nem tudták elfogadni názáreti Jézusban alázatosan eljött Mesiást, a Krisztust. Nem bírták, hogy ő ilyen alázatos, bemutatta. Szeretettel betöltötte a törvény. Nekünk is az kell. Nincs a törvény eltűnőben. Be kell tölteni. Nagy király eljövetelének erővel és hatalommal kell megtörténni, így gondolták a zsidók. Ott volt az erő meg a hatalom, csak nem vették észre. Az csak az ács fia volt. Értitek? Halálban nem lesz proféta. Mi az a Tóth Tibi? Hát jó, maradj már, a szabad idő volt, mi az okkultista, embereket ütötte, vágta. Ah, mondja nektek az igét, na maradjatok már. Ha ilyet már hallottuk, jött egy testvérnő, hívta ide be a gyülekezetbe. Hát ki tanított? Az a Tóth Tibi. Az a Tóth Tibi, aki ütötte az embereket le. Az persze. Na maradj már, én nem megyek oda. De mondja neki, hát ma megtért, az Isten megtisztított. Ágyam már, hogy mondják, ez egy kutyából nem lesz szabad. Hát micsoda sötét gondolkodásmód. Mózes gyilkos volt. Kellett az Úrnak, igen. Pál apostol gyilkos volt, kellett az Úrnak, igen. Tóth Tibor nem gyilkolt ugyan, de az embereket lejtötte, de az Úrnak kellett. Arról sem kapott további szellemi kijelentést Izrael, mint nép, hogy az ótestamentumi szentírásban a Mesiásnak tulajdonképpen három eljövetele van említve.
Három testvérem van útban. Három. Le van írva a Szentírásban. Nem is értem, mit beszélek badarságokat, meg zajbaságokat. Illetve értem, Szent Szellem nincs velük. Ha mennyit egyből látod, mikor hülyeséget beszél? Szent Szellem nincs ott. Nincs újjászületve. Nem adod újjászületésed az igéket, ott fölolvas neked, az ő maga esze szerint elmagyarázza. Ettől meg nincs újjászületve. Hát az csak azt hiszi el, aki nem ismerte meg a Szent Szellemet meg. Csak azt tudja elhírni. És sokan nem ismerték meg a Szent Szellemet. Sokan. Járnak gyülekezetbe, akár 5 éve, 20 éve, Szent Szellemet még nem ismerték meg. És akkor valaki beszél egy igét, hú, az meg van térve, de hogy van megtérve? Te nem tudja, mi a megtérés. Ha hogyan tudná, mikor az ő szemüvege még homályos. És ő abban lát, mert ő maga sincs megtérve, csak eldönti az eszébe, hogy az meg van térve. Homályos a szemüveg. Azt is az Úr tisztítja meg. Na, figyeljetek csak ide, három eljövetel van. A zsidóság szemszögéből vizsgálva, az Isten üzeneteket a Mesiásnak valóban csak két eljöveteléről beszélhetünk. Még. Amely Izraelt érinti. Kettő. Elragadtatása kapcsolatos eljövetele, visszajövetele Izrael népét nem érinti. Hát nem az Izraelért fog jönni, hanem az Isten fiaié, le van írva. Hát nagy a különbség. Nem Izrael népé jön, hanem Isten piai, kik az Isten piai, kik Szent Szellem által újjá születtek, azok ére Jézus, nem az Izraelé. Hát persze ott is, ha van egy, kettő vagy tizenkettő, aki már Úr Jézus befogadta, nem sok esély van rá, mert ők még mindig csak várják a Mesiás, közben már volt itt egyszer. Ilyen becsapott állapot. Majd a zsidó ki elutáljon, majd itt mindjárt igébe támasztom alá. Szóval Izrael nem népet, nem érint Izrael népét, az elragadtatás nem Izraelre vonatkozik, hanem a gyülekezetre, újjá született Isten fiaira. Amen. Nem Izraelről szól ez. Akkor a felhőben meg fogjuk látni. Az Izraelt érintő két eljövetele következő. Az első eljövetel, mit mondott Úr Jézus Krisztus? Azért jöttem, hogy összeszedjem a bárányokat, illetve azt mondja, mind a tyúkanyó a fiait, hogy összegyűjtsem. De ti nem hallgattok rám, zsidó nép ez volt. Nyakas, testi. Na jó, akkor megyek a pogányokhoz. Ezt mondta Pál apostol is. Elsősorban kellett a zsidóknak, görögöknek hirdetni. Nem hallgattak rám. Véletek a fejeteken, megyek a pogányokhoz. Halleluja, dicsőség Istennek, így kaptunk mi lehetőséget, piszkos, mocskos gazemberek, hogy az Úrhoz kerülhessünk. Pogányok. Annyian vannak, mint a tenger pövénye, a Biblia írja. Ha milyen sok homok van egy tengerre, igaz? Na, ezek a pogányok. Tenger pövénye a pogány. Első eljövetel következett be, mikor a szűz fogak mélyében és megszülte a Mesiás emberként názáreti Jézus Krisztusban, miután a Mesiás csak Izrael népéhez küldetett, azért mondhatjuk, hogy ez az első eljövetel legmesszebb menőkig Izraellel hozható kapcsolatban. Azért jött, azért lett küldve, mondta is, mikor ment a vérfolyásos asszony, és gyógyuláskért, ismeritek az igét. És azt mondja Jézus, én nem azért jöttem, nem a debeknek, nem a nagyvilágiakat meggyógyítani, de milyen kitartása volt annak a hölgynek, ismeritek az igét. De Uram, az ebeknek az asztal morzsalékából is esznek a debek. Tudod ki a debek meg a kutya? A pogány. Aki nem tudja, jó, ha tudja, ne lobogtassa senki a mellkasát. A Biblia így szólítja őket. Ebek, kutyák. És a nő tudta, mit mondott, de Uram,
Az Isten népének azt találom a morzsából, az ebek is esznek. Na legyen meg a te hited szerint, kitartása volt abban a pillanatban, megszűnt a vérfolyás. Mert ő neki hite volt és kitartása. Valaki gyógyulni akar, vegyen ezt a példázatot. Már Jézus akarta elküldeni, de ő csak-csak. Jézus lábát csókogatta. Kitartó olyan hitt Istenben. Ne a nyakasságodba tartsák ki, meg az a pokolba is, hanem Istennek az írásaiba, hogy Isten mindenkit meggyógyít ezért. Amen. 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 Na, hálát, dicsőség neki. Szóval, miután azonban Izrael nem fogadta el az első eljövetelkor názáreti Jézusban megszületett Mesiást, így a zsidóság sajnálatos módon még ma is a Mesiás első eljövetelét várja. Így fogja tudni az Antikrisztus becsapni őt, amiről már tanítottam. Így el fognak ülni, majd meglátjátok, amiről én beszélek. Még a szent és igaz, mert a szentírásból mondom, nem teszek hozzá az én gondolataimat. De elvenni sem merek. A zsidók be fognak ülni, nyilvánvaló zsidó származásuk kell, hogy legyen. És a vallásban is járatos, mert ugye a vallás a kereszténységét is írtani fogja, de meghajolnak előtte. És a politikában is nagy penge lesz. Mert a hét körül való, most is ott van, hogy a Szentírás, hét körül való lesz a nyolcadik. Ott van már bent. Honnét fogjuk látni. Termete is nagyobb lesz, és nagyokat szóló szája lesz. Ha kellettő neked nagyobb jel, TV, rádió fogja majd bemutatni őt, templomot is felépíti, és látni fog. Na így nem vagyunk sötétségbe tartva, látod? Beértjük az igét. Nem a mi bölcsességünk. Isten így akarta. Isten így akarta, hogy ezt tudjuk előre. Na, az Antikrisztus. És fogjuk tudni. Nem ilyen badar sötétségeket tanítunk. Nekünk nem kell utolsó időnkkel foglalkozni, mondja a farizeusi tudatlan. Mert ezt mondják. Hallottatok már ilyet? Ha lépten jól ezt mondják, de a sötétségben vannak, hogy nem értik a Szentírást, és ki mer odaállni. Emberek millióik vezeti a pokolba. Ilyen bátor csak az ördög. Csak az ördög ilyen bátor. Kiáll és kossza a nézt. Az olyan sötétségben van, mint a föld. Harapni lehet a sötétséget az elméjükben. Na ő nekik váratlanul fog jönni. Figyeljetek, menjünk tovább, halleluja. Ezért tudja majd az Antikrisztus, mint Mesiás becsapni Izraelt. Be is fogja, mert le van írva, igaz? Nem, én találtam, kérem, le van írva. Antikrisztus bemegy a zsidó templomba, na? És akkor elhűnek vele, micsoda sötétség ez, testvéreim az Úrban. Mi ez, ha nem sötétség? De nem újjászületés szent szelem által, az egyszer biztos. Az első eljövetelkor Úr megteremti, az útnak indítja a gyülekezetét, a mennyasszonyát, ezért tudhatjuk, hogy az első eljöveteleben a gyülekezet is érdekelt. Az első eljövetel, a gyülekezet, Isten fiai. Itt már nem a zsidókról van szó, a második eljövetel. A második eljövetelkor a mennyasszonyáért, a gyülekezetért, az Isten fiaiért jön, aki újjászületett. Mert akik újjá vannak születve, meg vannak a szellemvilágban pecsételve, és azok ott fogja az angyal összeszedni. Aki nincs ott a pecsét, áldjon meg téged az Úr. Bírd ki az Isten haragját, mert az fog következni majd ezután. Figyeljetek! Ez az eljövetelt várja a gyülekezet epekedve. Amen! Ha mi várjuk abba, Uram, Atyám, jöjj! Várunk téged! Jövel, Uram, jövel, Uram! Ezek nem mondják, ha hol bűnben vannak. Hát ki se tudja mondani ezt. Hát az ördög van benne, az ördög nem fogja mondani. Jövel, Uram, jövel, Uram! Az ördög nem tudja kimondani. Ugye volt már köztünk is olyan, aki még a befogadó imád sem. Nem viccelek, ilyen értelemmel volt. Ilyen értelemmel. Az Úr kizárta közülünk, igaz? Mert ha nem én küldtem volna el. De az Úr megelőzött, csak imádkozni kell. Az Úr elintézte. Mert az ördög megneszelte. Box lett volna kizárva ma.
De az ördög ott benne ezt megneszelte, és ő bejelentette, nem jött. Áldjon meg az Úr. Hát az út, ha hogy tudná már megáldani? Nekünk áldani kell a haragosunkat is. De az Úr nem tudja megáldani. Hát a bűnt nem áldja meg. Jól nézzük, már kell megáldaná a bűnöst? Ha nem, az a munkára is mit mond? Kézzel, tisztességes kézzel elvégzett munkát tudom megáldani. Halleluja. Ez az eljövetelt várja a gyülekezet epekedve. Hiszen jól tudja, hogy ekkor fog megtörténni az elragadtatás. Ha várjuk is. Pál apostol mit mondott a tanítványának? A végén már. Nekem nyereség a halál. De ti végettetek, még itt kell, hogy legyek. Mert az Úr még kijelentette, még nem jöhetsz föl, még munka van. Ez a második eljövetellel tehát nem érinti Izraelt. Nem érinti. Hanem kizárólag csak a gyülekezetet, az Isten fiait. Itt Izrael nincs. Ők még majd csak ezután fogják élni a nagy jeruzsálemi templomot. A zsidók éppen ezért nem is hisznek a második eljövetelbe. Hát kérdez meg, le van írva a Szentírásban is, mikor azt hazudták, ugye megpénzelték az őröket, hogy ellopták a tanítványai a Jézust. Mondjátok ezt. És le van írva, ezt is mondják a zsidók a mai napig, mert mondja a Biblia is, hogy még a mai napig is ebben hisznek. Na ilyen sötétségben vannak. Miért? Mert nincs ott a Szent Szellem. Miért? Mert Isten van szeme, nem lát. Miért? Van füle, mert nem hall. Ezt Isten csinálja. Hát a fáraó, mikor elküldte a Mózes, mondta, na menjél csak el, mondd meg annak a fáraónak, engedjék ki a te népedet. De majd én megkeményítem az őszögét, és nem fogja, hogy tudja meg, hogy milyen nagy Isten. Ő keményítette meg, meg ő lágyítja meg, úgyhogy az, hogy te elképzeled, hogy rojtosra imádkozol valaki, miközben Isten nem indítja a szívét. Úr nélkül nincs megtérés. Nem kell itt görcsölni. Jaj, az egész életed erről szó. Hát miért nem az Úrra bízom? A zsidók éppen ezért nem is hiszik a második eljövetelt, ez alkalommal azonban a Mesiás Jézus Krisztus nem jön le a földre, hanem csak az ég felhőin, és kizárólag csak a gyülekezetéhez fog eljönni, és nem Izraelhez. Le van írva, minden szem meglátja, csak aki vaksi az nem. Már nem fizikálisan vak, hanem az Úr vakká tette. A zsidók nem fogják látni, hát pedig elgondolhatod, milyen pény lesz ott. Előtte meg a nap besötétedik, három napig nem lesz halott. Hát ez ki nem vesz észre? Ott nagy baj van. És ez, aki nem vesz észre. Ezen gondolkozz el. És akkor majd minden szem meglátja, és mit mondod, ige? Emberek, ha ne nézzetek így fel az égre, hogy most látjátok Jézust elmenni, hogy látjátok. Úgy fogjátok látni, hogy visszajön. Nos, Hós Péter, nem tudom, mi tanít, hogy titokba jön, tolvajmódra. Neki. Le van írva a Szentírásban. Ti nem hagytok a sötétség viai, hogy benneteket tolvajmódra érjen? Leírja a Tesszalonikai levél, hanem ti a világosság fiai vagytok, Isten fiai, benneteket nem ért tolvajmódra. Na, hát ezért tanítunk erről. Aki sötétségben van, az tolvajmódra. Mint a bolond szűz. Hú, egyszer csak jött az Úr, az nem voltak késen. Így lesz most is. Mit mond a Szentírás? Úgy lesz az utolsó időkben, mint a Noé idejében. Az ige így, nem a Tóth Tibi mondja. Én mondom az Isten igéjét most. Mint a Noé idejében. Adnak, vesznek, házasodnak, strandra járnak, mindent csinálnak, mint ami sem történt volna. És jön az Úr, észre sem veszik. Miért? Mert a bűn megvakította őket. Mi vakít meg? A bűn! Miért nem hallod az igét? Mert bűn van ott, az ördög nem engedi, hogy bemenjen a szívedbe, és megváltozzá. Hanem megvárod, míg az Úr oda, jó, oda csak. A csiralmas lesz, előre jellem.
De az anyad ige, én még egyszer megrázom az ekléziát, az Úr is látja, hogy milyenek keresztények vannak, a nem hívők keresztények. Az egyik bűnösebb, mint a másik. Ha bűnösebb, mint a nagyvilági, tudjátok miért? Mert az ördög mindent elkövet, hogy légió legyen bennünk. Ha ne is ismerjék fel. A nagyvilágiakkal meg nem foglalkozik, az így is úgy is pokolva. Értitek ezt? Ti értitek, tudom. Halleluja, dicsőség Istennek. Figyeljetek, most a harmadik eljövetelről beszélünk. Szóval a második Úr nem jön le a földre még, hanem az angyalait küldi, hogy szedjék össze az Isten fiait, ez lesz az elragadtatás, amit Izraelt nem érinti. Hát ő még csak várja a Mesiás királyt. Az majd ezután fog jönni, figyelj. Harmadik eljövetele, pedig amely Izraellel hozható kapcsolatban, akkor fog bekövetkezni, mikor a Mesiás fehér lovon, vérrel intett ruhába lejön majd a földre, a szentjeivel, a feleségeivel, az újjászületett bárányokkal, annak kíséretében, hogy megvívja a harmagedoni csatát. Ekkor fogja a lábait az olajpák egyére vetni, a szét fog hasadni, tudjuk az igéből, ott fognak majd a zsidók elmenekülni, el alkalommal pedig azért jön el a Mesiás, hogy Izraelt megmentse a megsemmisüléstől, mert 200 milliós hadsereg fogja körbevenni. És az Úr persze győzni fog, azt mondani se kell. Hogy helyreállítsa az országot, ekkor a harmadik eljövetelni. Helyreállítsa az országot, adad Izraelt, már igazak fönn vannak már ekkor, és megalapítsa az 1000 éves királyságot Izraelben, a földi Jeruzsálemben. Érthető tehát, hogy ez az eljövetel Izraelt érinti. Azért, ez kifejezetten harmadik eljövetele Izraelt érinti. Helyre fogja tenni egész Jeruzsálemet. Ott is sokan meg fognak halni, de kik? Akik nem a Lordban voltak. Maga Isten mondja, zsidóknak mondják magukat, ők nem azok, aki lopcsal hazudik, milliárdos lett ma. Sok ilyen zsidó van, szabadkőművesekben is, de ők nem azok. Az biztos lehet, hogy ők nem azok. Genetikailag zsidó vér van bennük. Hát hiszen Ábrahám ágyékábú van mindenki, mi is. Hát minden nép a te ágyékodból van, mondja az igen. Hát mi is Ábrahám ágyékábú vagyunk. Csak az Úr akkor is szétválasztotta. Zsidónak azt mondatta, tics, akik Izsák után született. Izsák, Jákob, József. Az a nemzetség. És a 144 a zsidó 12 nemzetségéből lesz kiválasztva, hanem a Jehova. Nevetséges és felháborító. Rusel nem tudom ki szabadkőves alapította őket. Közük soha nem volt Istenhez, azoknak sem. Hazudnak, mint a vízfolyás, az se igaz, amit kérdeznek. Ez az igazság. Én nem fogok hajlandó más mondani. Csak az igazság. Figyeljetek. Szóval ez a harmadik eljövetel, halleluja, dicsőség. Az elragadott gyülekezetével jön. A mennyei mennyegző után tud ez bekövetkezni. Mert mikor minket fölvisz, mennyei mennyegző lett. Mi ma ott meg leszünk ítélve. Halleluja, Isten fiai lesznek, meg akik Istenbe haltak, meg azok ragadtattak fel először. Ádámtól kezdve ez idáig. Tudjuk az igéből, mikor az Úrhoz oda szóltak, hogy Uram, ha mikor állsz bosszút értük a mi lelkünkért, akit meggyilkoltak ezek a gazmagok. Mert most is lesz ilyen, honnét tudjuk. Jézus mondja, legyetek türelemmel, mert még a létszám nem állt össze. Még a mostani utolsó időben is lesznek halottak, akik az Úré halnak meg. Nem köp életnek egy szót se szósz. Nem kell elbújnod sehova. Hát senki nem fog téged bántani, hallgatsz. Az ördög azokat fogja kinyírni, aki szóproféták, akik szembe mennek vele. Hogy ő nem kell megijedni, hogy jaj, bőkön készülni meg, jaj, ennek azt elvisznek, a tényedet nem visznek, meg sem szólalni, ne félj attól.
hanem a komor szolgálókat, mint apostolokat. Hát aki apostol mellett állt, azt nem nyírták, igaz? Csak az apostol. Hát most is így lesz. Aki az igazságot hirdeti, ne félj, az már meg van jelölve, ő náluk. Hát minden tanítás le van hallgatva. Ha te azt hiszed, el akarsz bújni, hát nem tudsz elbújni. Hát a Kornélia benn volt vásárolni a hol, drágám, Rózsa Szent Mártona. Hazaérkeztünk, megszólalt a telefon, jót vásároltál? A CBA-ban. Ennyire vagytok követve velem együtt. Az ördög mindent tud. Te elképzeled, el tudsz bújni. Hát még a föld alá se tudsz. Telefon mindenen, az okos telefon meg már saját magadat veszi, az arcodat is látja. Na, meg az internet. Mikor te idén Skype-ot, a fejed ott van benne, az ördög még nézi. És a magnók mennek és hallgassák, milyen beszéd folyik. Már előre el van döntve, hogy arra rámegyünk arra az emberre. Aki jót hallgat, az békén hagyját. Az nem veszélyes. Nem kell megijedni. Akkor félje igazán az evangéliumot akarod hirdetni az utolsó, és kimered mondani, hogy ez az Antikrisztus. Hát akkor majd a körvében persze. Akkor fognak üldözni. Szóval, ez azonban elengedhetetlenül szükséges a gyülekezetnek, az ezt megelőző elragadtatása és a mennyei mennyegző. Ez mindig még nem következett be. Igaz? Bekövetkezett? Nem. Akkor hogy bírja a Sós Péter azt tanítani, hogy jön holnap Jézus? Szerintetek? Sötétségben. Nincs újra született. Nem az Isten munkása. Hát te nehogy elképzeld Isten munkását, Isten odaállítja badarságokat tanítani, megzavarni a népet. Ezt az ördög teszi, és ő az ördög szakmunkása. Ehhez már számtalan szó mondva neki. Semmi. Jaj, Jézus! Búcsúzzunk el, mert holnap jön. Ilyen sötétségeket tanít. És ő már várja 5-6 éve, ha nem már ki tudja hány éve. Mert sötétségben van. Nem érti a Szentírást. A mennyegző még nem történt meg. Ugye? Vagy mi itt maradtunk? Mi itt maradtunk? De nem hallottuk, hogy valaki el lett volna ragadtatva, igaz? TV rádióban bemondta volna. Halleluja, dicsőség Istennek! Figyelj, ez a bölcsesség, konkrétan tudsz mindent. Nem vagy sötétségbe halad. Minden héten tudod pontosan, hol tartunk. És közel vagyunk az utolsó időnk. De ezeket nem hallják, akinek van füle. Nem hall, van szeme, nem lát. Mert ő az ördög szakmunkása, és ő okosabb Istentő. Legalábbis így adja elő. És közben sötétségbe van. Már tanítású hallgatott, hányszor mondta, ja, ugyanazt mondja, mint te, jó, meghallgatom. Hallgatom, jó van ez meg így, jó, elfogadható. És már 10 perc, vagy a 15 perc, a stikliket tolja be. Nem direkt csinálja, félre van vezetve. És ezáltal az ördög szakmunkása, mint a bábjáték, tudod. Ott az ember mozgatja. Van, aki jó, van, aki meg gonosz, ezt az ember csinálja. Ez meg az ördög. Ha meg jó vagy Isten, ha meg butaságot beszél az ördög. Együtt a kettő nem lakozik, értsétek már meg. Ó, hallasz egy jó tanít, halleluja! És akkor egész héten meg ide az ördög. Van az élet. Helybenjárás. Van, aki már 5 éve helyben jár, egy lépcsőfokot nem jutott előre a szellemvilág. Hanem helyben jár. Mit mond az ige? Ne hallgatója légy, cselekvője. Csak hallgatod, mi van? Meghallgatja az ördög is. Persze ott bent háborog ám, mert ő jobban tudja. Bent háborog. Csak úgy csinál. Magyarul ezek kétszínűek. És ki Szent Szelleme be van töltekezve, mindenkit megvizsgál. És az Úr kijelenti azonnal, hogy hamis. Ha látod, a Benihint is csókolgatják. Rengeteg sok ilyen van Magyarországon is. Figyeljetek ide, halleluja, dicsőség Istennek! Igéből ismert tény, hogy a tanítványok az Úr eljöveteléről beszéltek, amikor az olajpál kegyén erről megkérdezték Úr Jézust.
Máté 24:3. Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek a világ korszak végén. És Isten elmondta nekik, nem hagyta őket sötétségbe. Hát a barátai voltak Isten fiai. Sötétségben csak az ördög szakmunkásai vannak. Az Úr Jézus Krisztusnak válaszából, amelyet a tanítványoknak erre kérdésre akkor adott, világosan kitűnik, hogy az elragadtatással kapcsolatos második eljövetelének jeleiről beszélt. Ezelőtt állunk most, de nem holnap meg ma. Na, hát még a templomnak fő épülni. Az Antikrisztus meg fogjuk ismerni. Hát addig nem jön. Tény és való azonban, hogy ekkor csak az ég felhőjébe jön majd el az Úr. Azt azonban mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a napon, a holdban, csillagokban mutatkozó jelek, valamint az Úr Jézus Krisztusnak ezeket a jeleket követő megjelenése a felhőkben, Úr Jézus Krisztus szavai szerint közvetlenül a nagy nyomorúság után lesz. Ha még nem volt nagy nyomorúság. Ha mi az, hogy holnap jön Jézus? Semmi esetre se jön. Ördög tanítása az, hogy holnap jön, vagy holnap után, vagy jövő héten. Ha még a nagy nyomorúságnak meg kell lenni. Mikor lesz az a nagy nyomorúság? Majd a 3,5 év után Antikrisztus beül a templomba, és ott megmondja, hogy én Antikrisztus vagyok, és ki akarom benneteket gyírni. És az Isten fiait is üldözni fogja. De mi mondtam azokat, akik az igazságot szólják, hogy nem kell megérni mindenkinek. Aki hallgat nagyokat, akkor is nagyokat fog hallgatni, főleg a fejére koppintanak, egy műbe fog tojni, és akkor hallgat, nem bántják. Mert ha te hallgatsz is, bűnös vagy. Tudod, hogy ő bűnös, de hallgatsz, nem pedig meg, bűnbe vagy. Ha nem vagy még együtt, tegyél vele. A bűnösen. Bűn részes vagy, kinyílik az ajtó az ördögnek, és ott van a te életedben is. Az ő bűne. Nem véletlenül mondja az ige, ezekkel együtt ne is egyetek. És akkor pősorolja, parázda, stb. Együtt nem ülesz le jókot eszegetni vele. Az ördögökkel. Szeretjük őt, megáldjuk, menjen. Velünk együtt ne egyet. Be se jöjjön. Így van. Hát azért tartott a gyülekezet, ahol tart. Nem minden gazember ott van bent. És a pásztor csak csurgatja a mézet, mert szereti az ő pénzüket. Ezért. Ha így ezetre ide kiszólnánk, meg még 50%-ra elmenne. Mi annak adjunk, mit is öröm? Hát állandóan károsztat mindjárt. Ilyen elvetemültek az ördög szakmunkára. Bizony, ez így van. Figyeljetek. Azt azonban mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a napokban, holban, csillagokban jelek lesznek. Úr Jézusnak ezeket a jeleket követő megjelenése felhőkben, Jézus Krisztus szavai szerint közvetlenül nagy nyomorúság után fog bekövetkezni. Semmiképpen nem előtte. Aki más tanít, az a ördög munkása. Tudatlan. Úgy be van csak, hogy ő észre se veszi. Nem direkt csinálja, most én rosszat tanítok, nem érti. Az ördög már megzavarta őt. Most is hallja ezeket, valószínűleg háborog a szívébe. Mert ő is kontrázik úgy egyébként a tanításokban. Ez szabaizé volt, ez okkultista volt. A Mózes meg gyilkos, a Pál apostol is gyilkos, a Tóth Tibi szétverte a félveres egyházát, az meg is Isten állította ide, én kellettem neki. Ott voltam lenne a fertőbe, rekengés vittek lefelé a pokol mélyére, 12 éves koromban, kitépték a lelkemet, fájdalommal. Istenhez üvöltöztem, nem is ismertem Istent, és soha nem foglalkoztam vele. És akkor okkultista voltam, az ördög szakmunkása, és Isten engem onnét kihívott, győztesként jöttem ki az ördögtől, így ismer engem az ördög, hogy én ki vagyok, mint a Jézust is, meg Pált is, és mivel így hiteles vagyok, és győztesként jöttem ki, így az ördögűzés működik. Nem a hanyattesés, nem a vergődés, egymás fejére, hegyire kukorékolunk, nem kundalini. Így működik az ördögűzés.
Hát itt állítson ide, akinek semmi ismerete nincs az ördögről. Elvégezt egy ilyen milyen iskolát, ezt a teológiát. Ott nagy badarságot tanítanak, egy évig jártam, tovább nem bírtam, mert olyan feszültség volt bennem, hazudtak folyamatosan. És akkor még ilyet tanított férfi, hogy a hölgyeknek az úr többet adott. Pont az ellentétje. Szóval szerint ezt, amit nálam a napon már többet nem mentem, már nem bírtam tovább. Mikor mondtam a tanítóknak, mert én azt fővállaltam, mert oda tettem már nekik az igazságot, nehogy azt hittem, nem is szerettek engemet. Hát de láttam rajta, hogy mi ez a kis tacska, most jár a sulibosz, már oktat minket. De ők azt nem tudták, hogy az úr 5 évén keresztül engem megtisztított már. Mikor egy olyat mond valaki, ami nincs benne az igébe, figyeld a Szent Szelep, megrezzent engem. Mit mondott? Ez nincs benne. Mindahogy az a nem tudom ki, az is olyan jó tanított, hallod azt, akkor egyszer csak hallom, hogy ezer éves királyság van a földben, ott leszünk. Hát bajban leszünk, ha te is ott lesz. Nem értettem, csak tanítottam. Szóval alonnal rájössz, hogy semmi köze Istenhez, hiába van neki ige ismerete. Butaságot beszél. Értitek? És akkor most már úgy vagyok, nem nagyon szólok, mert ezek azt hiszik, én maga főokos. Na de viszont a halukságot meg nem tűrhetem el, mert akkor meg részese vagyok neki. Értitek? Nem, hogy bégegyek. Hát ilyen ember ne is tegye be a lábát. Csak ha megtért, akkor ne félj, az már úgy jön messziről tud. Akinek nem volt Szent Szelem által való megjelenése, megtérése, hogy az Úr kicsavarja a bűn belőled, ne félj, üvöltöztem, sírtam. Ott bent, az alsó szinte. Az nem is tudja, hogy mi az. Nem tudja, honnét tudna. Csak azt hiszi, van egy gondolat, mába lefekszek, holnap meg volt térve. Nevetséges. Nincs ilyen. Figyeljetek! Máté 24-29. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után. Hát a Biblia írja, hogy a nyomorúság után. Figyelj ezt a sötétséget! És annak ellenére azt tanítják, hogy a nyomorúság előtt az Úr fölvisz bennünket, nem hagyja, hogy szenvedjünk. Hát nem fölháborító, mikor le van írva, hogy ama napok nyomorúsága után. Nem előtte, után. Ez egy komoly próbatétel lesz a keresztényeknek is. Hát aztán nyavajogni nagyon tudnak, ha valami nem úgy sikerül. Meg, mert nincs megtérve. Nincs megtérve. Meg kell térnie belőle a nyavargásból. Adjatok hálát mindenkor mindenért. Amen. Na, amen. Mindenkor mindenért. Ha 40 fok meleg van azért, edzett leszel, ha 40 fok hideg van azért, jaj meleg van, jaj hideg van, lázadás. Ha ki ellen lázadt, Isten ellen, ha ki ezt szabályozza, ha már megint esik az eső. Na. Ha nem esik az eső, kiszárad minden, akkor locsód meg. Na, ilyenek a keresztények. Én azokról beszélek, mert van világja közé, már nem nagyon járok. Persze hívnak azért az evangéliumot hirdetni. De nem kell nekik, már volt, aki mondta, te csak Jézusról tudsz beszélni? Mondom, én csak igen. Mondom, akkor maradjál, menj a pokolhoz, kész, adja engem békén. Figyeljetek! Mit mond ezekre a eljövetel az Ó Testamentum? Mesiás első eljövetelekor megváltóként jött el az Úr emberi formába, alázatos, szegény, megvetett, utált és mindenki szolgájaként. Ez volt Jézus. Zsidók meg a nagy hatalmas királyt várták. Az a nagy hatalmas király volt, csak megmutatta, hogy a alázatosság mi. Ebből kell tanulni mindnyájunknak. Akkor egyértelmű azért jött, hogy elvégezze a megváltó művet. Az Ó Testamentumban így olvashattuk erről, az eljövetelről. Ezért adjált nékünk az Úr maga ime a szűz fogant méhében, és szült miatt nevezi azt Imánuelnak. Ézsaiás 7.14 írja. Továbbá, örül nagyon Sionnak lánya, örvendez Jeruzsálem lánya, íme jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár, háton ülő azon nőstény szamárnak vemhény.
Zakariás 9:9. Szóval az Ó Testamentum emzseg erről, a zsidók mégse vették be. Halleluja. Felnőtt, mint egy vesszőszál, ő előtte, mint a gyökér, száraz földből nem volt néki alakja és ékessége. Néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Jézusnak akkor. Utált és az emberektől elhagyott volt. Igaz? Fájdalmak férfia, betegség ismerője volt. Mint aki elől orcánknak elrejtettük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte. Fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől. A mi bűneinkén mi verettettük meg? Mi? Nem Isten. És ő megsebesítetett bűneinkért, itt írja az ige. Gondold el, mikor a töves koszorút ilyen hosszú erősít, bele nyomják a fejébe. Ezekkel itassák, leköpködik, papok is szájon vágták. Mennyit a farizeusi papokkal, meg vezetőkről. Na mondd meg, profétáld meg kivágott szájon. Micsoda gyerekes gondolkodás, az ördög az gyerekesen gondolkodik. Megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van. Hogy nekünk béke legyen az ügyben. Az Isten fiainak béke is van. Akinek meg nem Isten van, mert az lázad. Lázad, és lázad, és lázad. És a lázadó se látja meg mennyek országát. Utálatos nagyon az Úr előtt a lázadás. Van belső lázadás is. Nem szól, de belülről. Még sunyi is, kétszínű is. Mert aki lázad, kimondja, legalább nem kétszínű. Attól még a pokolba kerül, de legalább nem kétszínű. Mint amíg volt köztünk, ilyen nem egy, igaz? Így bólingatott, azt nem fogadta el a tanítás. Mert ő is farizeusi. Nincs újjászület. Nem egy volt köztünk, ti még nem ismeritek. Ne is ismerjétek. A mi vétkeinkért békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Amen! Na mi az, hogy beszélsz több más a gyógyszert? Jeremiás 17 leírja, ki emberekben bízik átkodott, ezért kerül zsátok alá. És akkor várod az adást. Miközben a gyógyszert teszed több mását. A kígyónak a zsebét tömöd. Hát a patikán mi van a kígyó? Mert az ördög találta ki. Nem Isten, te gondolod, Istennek szüksége van gyógyszerre? Vagy orvosra ilyen badarságot, sötétséget tanítani? Nem mondok most neveket, az egész gyülekezetben ezt tanítják. Horvost is Isten teremtette. Ha nem igaz, hazugság. Mit ír egy Péter 2:24, mondom nektek fejbe. Úr Jézus Krisztus sebeibe már meggyógyultatok. Múlt idő. Na mi az az orvoshoz járunk? Vagy szedjük a gyógyszert, mint a drazsét. Láttunk ilyen gyülekezetet. Ilyen nagy doboz tele gyógyszere. Szóval amelyik ment ott tolgálok, bekapott egyet. Jött a másik lap. Én is beveszek egy mit tudom enni. Mert nem ismerem a gyógyszereket. Hál' Isten. Egy gyümölcsön nőttem fel meg zsíros kenyére. Meg disznóhúson. Szegények voltunk, mert jó értünk. Nem éheztünk alig. Jó volt a zsíros kenyér is. Menjünk tovább. Ez mind megtörtént, a Mesiás megválta első eljövetelekor. Ez már megtörtént. Amikor a mindenható és örökké állandó Isten názáreti Jézus emberré született. Amint azt már korábban is említettük, zsidók nem tudták elfogadni a hozzájuk küldött názáreti Jézus, mint Mesiás. A zsidók nem. Pedig őértük lett küldve. Figyeled? Ők a hatalmas királyt várták, és nem egy egyszerű embert, aki jászolba születik. Nem ezt várták. Zsidók ige tolmácsolásuk alapján úgy értelmezték Isten igéjét, hogy Izrael hatalmas királya fog eljönni hatalommal, pompával és helyre fogja állítani Izrael tekintélyét. Ők azt hitték, ez lesz az első. Mert ott is van fülük, nem halljuk, van szemük, nem látjuk ennél.
Ez a tolmácsolás nem a Szent Szellemmel volt nekik. Nem Isten mondta nekik, hogy ilyen sötétségben legyenek, hát hiszen Isten küldte Jézust, hogy őket szedje össze. A Mesiás második küszöbénele eljövetele, a gyülekezet írta mennyasszonyáért magához vegye a nagy nyomorúság napja után. Ez alkalommal nem Izrael jön, hanem a gyülekezethez. A gyülekezet tagai természetesen lehetnek Jézus Krisztushoz megtért zsidók is, ha tényleg megtértek Úr Jézustól. Akkor ők is elleznek ragadtatva. De ez ritka, mint a fehérholló. Akik már meghaltak az Úrban, azok az ő megjelenésekor fognak feltámadni dicsőségben. Akik pedig éppen akkor élnek, és neveik be vannak írva az életkönyvébe, a bárány könyvébe, azok megszabadultak, mennek föl. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Az Old Testamentum így ír erről. És abban az időben felkel néhány nagy fejedelem, aki te néped fülyéért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amely nem volt attól fogva. Hogy nép kezdett lenni mindez idáig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtaték a könyvbe. Vigyázzunk arra, mert ki is tudják húzni, az is írja az ige. Vigyázzatok, hogy ki ne húzzanak az élet könyvéből. És sokan azok közül, akik alusznak a föld korában, felserkennek némely örök életre, némely pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Eljön az ítélet. Látjátok, nem mindenki megy a mennybe. Milyen szeretetet haluk tanítás. Aki bűnös lesz, az utálatra lesz majd. Le van írva. Dániel 12.1.2 írja ezt. Te néped a te fiad. Ról van szó, aki nagy nyomorúság napjaiban élnek, és neveik be vannak írva az élet könyvébe, a bárány könyvébe. Még egyszer előteljesen szeretnék. Kihangsúlyozva. Rögtön azután pedig azok a szentek, akik éppen akkor élnek, mert most ránk vonatkozik. Addigra teljesen szentségbe leszünk mindjárt, ne hiszem. Mert Isten munkálkodik rajtunk. Mind az igaz igény keresztül. Figyeljetek. Éppen ekkor élnek, elváltoznak egy szempillantás. És a feltámadottakkal együtt elragadtatnak az Úr elérve a felhőkön a levegőbe. És ekkor lesz az első ítélet ott fönt a bárány mennyek fölé. Akik szempillantásak, akik itt vannak, és akik már az Úrban haltak meg. Még a bűnösök nem vannak. Ne keverjük már össze, mindenki fölment ilyen hazug tanításokkal. Az Új Testamentumból tudjuk, hogy az Úr arkangyal szózatával fog eljönni a mennyasszonyáért, az ótestamenti írásokban ezzel a jogcímmel felruházva egy angyal fejedelmet ismerünk, nevezetesen fent ígében Mihály arkangyalt, amiről írtunk. Zsidók, Izrael tehát nem tudják ezt az igét sem helyesen értelmezni. Ez azonban érthető, hiszen amint azt már imént láthattuk, a második eljövetele az Úrnak nem Izraelről szól. Maradnak ők még lent. Azon kívül Dániel proféciák bevoltak, vannak zárva pecsételve végidejéig. Ha hogyan tudták volna ezt az Izrael népe? Ha mit mondott Dánielnek? Te Dániel, pecsételd be ezeket a proféciákat, a végidőkre szólnak. A végidők meg most vannak, és látjátok, Isten gondoskodik igaz tanítókról. Aki más tanít, össze-vissza kever mindent. Mert nem az Úrtól van, nincs újjászületve. Ha gondolod, ilyen holomenő tanításra az Úr csak odaállít olyat, aki tele van ördöggel. Össze-vissza beszél. Nem, ők saját magukat állították oda. De nem az Úr. De először mit mond az ige? Akit én eljutom, megtisztítom. Ha nem emzseg a démon benne, az kiállsz ide, pofátlanul, nyolc réteges arccal.
Mert az ahad, az ördög munkása kétszüli, pofátlan és kinyírni jött. Bólingat a kés, meg a hátul döpi belét. Ez az ördög munkása. S félre vezeti a bárányokat tova a pokol mélyére, széles útra. Szóval, tehát nem tudták ezt a zsidók. Az igét sem helyesen értelmezni, ez azonban érthető, hiszen amint azt már az imént láthattuk, a második eljövetel az Úrnak nem Izraelről szól. Azon kívül Dániel próféciák be voltak zárva a végideig. Nem kaphattak szellemi kijelentést arra vonatkozó, hogy ezek az igék mind arról tesznek bizonyságot, hogy Izrael Júdeát csújtó nyomorúságos idők. Nagy nyomorúság végén az Úr el fogja ragadni a gyülekezetét a nyomorúság végén, nem előtte. Aki azt mondja, előtte, az mind haluk sátán munkása, aki ért tanít. Hanem utána. Malakiás 3:2. Ó testamentum így ír erről. De kicsoda szenvedeti el az ő eljövetelének napját? Szenvedések lesznek. Mit mond Úr Jézus Krisztus? Én szenvedtem, értetek. Nektek is szenvednetek kell én. Aki nem szenved, az nem ebbe a kategóriába van. És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, ruhamosónak lúgja. Ki csavarja belőled a bűnt? Amen. Ha elhívott vagy, ha nem, akkor úgy maradtam. Menj be a kősziklába, rejtőzz el a porba, az Úr félelme előtt, és az ő nagyságának dicsőség előtt, mert a seregek urának napja eljön minden kevés és a magas ellen. Kevélyek! Itt az jön a nyaktiló majd nekik. És minden felemelkedett ellen. Felemelte magát. És megaláztatik edek, és porba hajtatik a közember kevésége, a tőlig meg lesz hajuttatva. Megaláztatik főemberek magassága, és egyedül Úr magasztaltatik fel ama napon, és a bálványokat teljességgel elveszti. Game over, mit kell tudni a bálványokról? Minden bálvány, amit az Úr elé teszed, ezt jó vésd a szívedben. Minden. Az lehet fiak, pődés, kaja, étel, teljesen mindegy. Bárvány. Ezt a igen mondja, nem én. És bemennek a sziklák barlangaiba és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. Ézsaiás 10:12-17-ig írja. Ez fog következni. Prédikátoroknak a könyvét 12:4-7 még felolvasom. És az ajtók kívül bezáratnak, mikor is a malom zúgása halkabbá lesz, felkelnek a madárszóra, és halkabbá lesznek minden éneklő leányok, mert elmegy az ember az ő örökös házába, föl a mennybe, és utcán körüljárnak a sírok. Miért? Mi, akik már ismerjük az Új Testamentum írásokat, megismerhetjük a fent elhangzott ótestament igéből Úr elővetelének jelei a napban, holdban és a csillagokban. Az is megértetjük, hogy az öllő lányok miért állnak meg. Mi az, ami miatt a malom zúgása halkabbá lesz. Az Új Testament igék szerint azért, mert az elragadtatás miatt megkevesebbettek. Majd az öllő lányok is, a mezén éneklő dolgozók is halkabbá lesznek, hiszen azok is kevesebbé lesznek, az egyik felvételik, másik ott hagyatik. Amen. Ez lesz az elragadtatás után, és a nagyképűek utána sírni fognak. Hova lett az én rokonom, hol van az én testvérem? És akkor egyszer csak észrevették, én az ember itt maradtam. Aztán el az Úr csapás erről már tanítottam, azt ember kihallja meg is érdemli, hogy az Úr földön legyen. Aki az királya. Ég a föld tűzzel. A víz keserű lesz. Már többet nem is mondom. Rendszeres földrengések. Elmondul, eltűnik egy város. Le van írva. Szodoma, Gomora van most.
Szodoma, Gomora. Férfiak a férfiakra, hölgyek a hölgyekre, nyilván tisztelet a kivételnek, de ha felismeri, ezt is az Úr kiűzi. Ha szereti őket, hát a Szodoma Gomorának is adott lehetőséget, igaz? Na gyertek ki onnét, én népem, gyere csak, ló, gyere csak! Felesége szívbe nem jött ki, átfelejtett. A mai napig is ott van a zsókbarvány. Felesége szívében nem jött ki. Ez a kétszínűség. Mikor ő nem akar kijönni a bűnből, hagyd őket, hadd menjen! Hagyd őt, hadd menjen! Pál apostol nem ment vissza, még egyszer. Mit mondott? Elmondtam nektek, nem kell az ige. Véredek a fejeteken! Megyek tovább a pogányokon. Jézus is ezt csinálta Jeruzsálembe. Nem hittem, ez az Ács fia. Ha nem a József fia, ez az Ács fia, te. Hát nem a testvéreim nálunk vannak, mondták a farizeusok. Jézus meg azt mondta. Nem hittek, ott több csodát nem tett, aki kérte, az meggyógyított. Amen, most is így lesz. Testvéreim, befejezzük ezt a tanítást ebben. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk, Uram Istennek, Uram. Csak hálát, hogy elhagyni a szánkat, Uram Isten. Hogy te bűnösökért jöttél, atyám, leírod, minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. De az is le van írva, hogy meg kell tisztulni belőle. Nem hátradőlünk az halmaz bűnökkel, még teszünk hozzá, mert még nagyobb a bűn, akkor nagyobb a kegyelem. Nem lehet bűnt elkövetni, szeplőtelenül meg kell válni. Mire jön Úr Jézus Krisztus, idő rövidségében vagyunk valóban, igaz, hogy ezt fogják már 1000 éve, de a Dániel proféciája most nyíltak meg. Hogy Isten ad értelmeseket, Szent Szellem által mélységét is vizsgálja az igének, és erről tanítson. Hálásak vagyunk, Uram, hogy te nem hagysz minket sötétségben, a te fiaid, Uram. És van szemünk, látunk, van fülünk, hallunk, Uram, és látjuk a jelekből, hogy milyen közel állunk hozzá, hiszen Jézus is azt mondta, hogy harmadik napon föltámad, és az Istennél egy nap, 1000 esztendő, és a 3000. évben benne vagyunk, 2020-at írunk. És Uram, hálásak vagyunk, hogy minden jel arra mutat, Uram, hogy közel vagy hozzánk, Uram, jönnek a választások, Antikrisztus be fog a templomba ülni, Uram, meg fogjuk látni, átlattul nagyobb lesz, nagyokat szóló szája lesz, Uram, és majd 3,5 év után nyomorúságos, igénységes időszak lesz, amely még a Földön nem volt, maga Jézus mondja el a Máté evangéliumában, 24-es fejezetben, és utána lesz az elragadtatás mindazoknak, akiknek a szívük tiszta, és a szellemvilágban Isten megpecsételte őket, lejönnek az angyalok, Uram, és összeszedik, ahogy az igédben mondod. Uram, mi ezért hálásak vagyunk, hogy erre adtál bölcsességet, és ilyen hosszú tűrő vagy nem a bűnre, hanem azért vagy hosszú tűrő, hogy várod mindenki megtérésre jusson, és maga a megtérés, fölismered a bűneidet, bűnbánatra jutsz és megvallod, ezeket az igék alátámasszák, hogy ez így van. Uram, hálásak vagyunk, hogy adtál bölcsességet, hogy jól tudjuk értelmezni a te szentírásodat. Uram Istenem, én most azért imádkozok a sok hitetlen, a sok becsapott állapotban lévő, a sok hamis próféta, hamis pásztor, hamis tanítók, hemzseg itt Magyarországon is, és külföldről is mindig ilyeneket hívnak, Uram Istenem. Olyan démonizált állapotság van még, amely a Földön nem volt, hiszen a Szentírás is leírja, vigyázzatok, mert az ördög kikér benneteket, hogy megrostáljon. És most ezt az időszakot látjuk, és bizony az ördög sok embernek az életébe berongyolt, és végzi a munkáját, Uram. Istenem, imádkozunk azokért, hogy az igét mondja, úgy legyen, ki az igazságot megismeri, az szabadságra jut. Uram, dicsőség neked, hogy te az igazságot mutatod nékünk, Uram. Ez a te dicsőséged nem a miénk, mi csak egy por szemek vagyunk, és hálásak vagyunk, Uram, hogy szolgálhatunk, és az igaz evangéliumot hirdethetjük. Ahogy a Abcsel könyvében leírod, hogy a teljes evangéliumot kötelességünk hirdetni, és ahogy Pál apostol is mondta, nincs köztetek egy bölcse, ki megdorgálná, helyreigazítaná, megfenyítené a bűnöst. Kötelességünk a bűnt megítélni, nem elítélni. Szeretném itt is az imába befoglalni, hogy sok eltévejedett bárány van, meg vedető. Ne ítélkezzé, de kötelességünk megítélni, de nem elítélni. Elítélni az ige fogja, és maga az ige mennyei atyánk.
dicsőség neki, Zsidó 4.12 leírja, szellemnek, léleknek, ízeknek, velőlekek elatlásáig el fog jutni az ige, és megítél mindenkit, mert az ítélő szék előtt mindenkinek meg kell állnia. Atyám, hálás vagyok neked, Uram, hogy te adod a szót az én nyelvem alá, Uram, téged dicsérnek, téged magasztalak. Uram, megáldom mind a testvéreimet, akik most itt vannak, és én mindazokat megáldom, akik nézték, és akik nézni fogják, és kérem őket Szent Szellem által, hogy ezeket az igéket tanulmányozzák át, és tudják beengedni az ő szívükbe, és a sok hamis tanítókat többet ne kattintsanak rá, mert minden egyes kattintással, minden egyes téves tanítással kiírt a szívük, és az a szellemiség az ördög bement az életükbe. Atyám, megáldom őket Jézus nevében. Amen. Amen.